Karcagi Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézményben már két hete mérik belépéskor a tanulók testhőmérsékletét. Az iskolában két kapun történik reggelente a beléptetés. Két héttel ezelőtt két testhőmérő eszközt kaptunk a tankerülettől, amit próbaüzemmódban kezdtünk el használni. A két kiskapunknál engedjük be a 213 gyermekünket. Ehhez két technikai személyzet segít nekünk abban, hogy elvégezhessük ezeket a méréseket. És mivel már két hete folytatjuk ezt, így a gyerekek ehhez hozzászoktak, és most már nagyon rutinosan tudják azt, hogy mi történik a bejáratok. A bejárást követően az intézménybe készfertőtlenítés után kerülnek a gyerekek. Szenzoros, érintésmentes, készfertőtlenítő adagolókat kaptunk, így ez is folyamatosan történik. Jelen pillanatban 6 bejárati ajtónál helyeztük el ezeket az eszközöket. A szülők nem jöhetnek be az intézménybe. Természetesen egyetértek vele, de itt ebben az iskolában nem mától hőmérőzik őket, már régebb óta. 3 gyermekem van, ez szerintem kell ahhoz, hogy megóvjuk az egészségüket. Én sem engedem őket betegen iskolában, így hát szerintem ez minimum, hogy ezt megteszik. És itt is kaptunk segítséget, az osztályfőnök vart a gyerekeknek maszkot. Természetesen minden nap teszek a táskába nekik fertőtlenítőt mindegyiknek. Ez azt hiszem, hogy minden háztartásban minimum, hogy a gyerek kezet mos, mindig megy kezet mosni, úgyhogy, de egyébként igen, tehát odafigyelünk rá különösen. A kicsi mennyi lesz? Fia. Elmondtuk az a szülőknek, megértették azt, hogy alkalmazkodni kell ehhez a helyzethez, hiszen ez mindannyiunk érdeke, úgyhogy az elválás már itt a kiskapunál történik, illetve ott várják a gyerekeket. Napközben úgy tudnak előzetes bejelentés után, hogyha fontos elintézni, valóban bejutni az intézménybe, hogy csengetnek, kapucsengőt helyeztünk el, illetve csak az egyik kiskaput használjuk napközbeni bejárásra. A nagy udvar biztosítja a szünetekben az osztályok elkülönülését. A szünetekben az udvarokat használjuk, nagy udvarunk van, tehát itt nagyon jól megoldott az alsó, felső, illetve a különböző osztályoknak az elkülönítése. A folyosókon kevés gyermek tartózkodik, inkább a tantermekben tartózkodnak, és ott pedig a folyamatos szellőztetéssel, illetve a fertőtlenítéssel próbáljuk megtartani a szabályokat. A folyosón, közösségi terekben és az udvarokon kötelező a szájmaszk viselés a diákoknak, a pedagógusoknak pedig tanórán is. Ott a gyermek választhat, hogy felteszi-e. Már a bejáratnál, illetve a kiskapunál föl kell tenniük a gyerekeknek a maszkot, amit otthonról hoznak, illetve az osztályfőnökök voltak olyan kedvesek, hogy vartak a gyerekeknek maszkokat, így minden gyermeknek biztosított ez az ellátás. A felnőttek, pedagógusok és technikai dolgozók pedig 2 darab mosható maszkot kapott a tankerülettől, illetve a héten az arcvédő pajzsokat is megkaptuk. Az alsós kollégák, illetve a technikai személyzet, akik szorosabb kapcsolatban vannak a gyermekekkel.